Na, hello, hello, sziasztok! Én Levi vagyok, és ez a Star Wars Jedi Fallen Order játéknak a végigjátszásnak az első része lesz. Én őszintén szólva ezt a játékot már egyszer elkezdtem végigjátszani, viszont elakadtam, és nem igazán volt kedvem a folytatáshoz. De most úgy döntöttem, hogy újra neki állunk. És hát szerintem ezen a Jedi Knight módon fogom elkezdeni, mert annó ezen próbáltam, és itt sem volt olyan könnyű, mint gondolná az ember. Szóval igen, remélem minden beállítás rendben van, minden jól fut és nem akadozik. Hát lássuk akkor. Set your rhythm, Cal, but the boss wants a word. She'll be good for us. Here he is, Chief. Na, ahogy látom, itt a hősünk, a barátja, és akkor most kapunk egy küldetést. És akkor ezt teljesítjük első soron. That's not an easy maneuver. The gap will double your pay for this ship. Come on, Cal. What's your score? I couldn't hurt. Look at that. Separatist ship. Haven't seen a Luke or Hulk in ages. Yeah. Ages. Breaking her will be big money. All right, let's go. Nagyon szép egyébként a játék grafikája, kifejezetten kiemelkedő. Remélem nem is fog soha beszaggatni a játék folyamán. Akkor követnünk kell most a szúri embert, ez a feladat tűnik. Szóval itt találnunk kell egy másik utat, amivel szinte itt le kell ugranunk, és akkor lecsúszunk. Hoppá, most picit beszaggatott. Na, egy kicsit elkezdett szaggatni a játék, úgyhogy ennyire bírja a gépem. De majd maximum gyorsan állítok rajta egy kicsit a minőségem. Igazság szerint 4K-s monitorom van, de a videókártyám nem tudja kihajtani.
úgyhogy emiatt is alapvetően kisebb felbontásban játszom, de majd ha egyszer beruházok egy jobb videókártyára, akkor nem lesz ilyen probléma, a többi dolog az bírja. Nem erre kell menni. Márra van. Ja igen, itt fel kell ugrani. Ha. Kicsit ilyen Assassin's Creed. Assassin's Creed beütése van a játéknak szerintem. Legalábbis én ehhez tudnám leginkább hasonlítani, ez az ilyen mászás effektek, meg ugrálás, meg ilyesmi, az nekem arra hajaz. Vannak ilyen bemászások, az előbb is volt már egy ilyen. Itt a feliratot nem igazán tervezem fordítani nektek, mert szerintem azért ennyire legalább lehet érteni angolul, és nem is igazán a játéka, vagy nem is igazán a felirat a lényeg, azt mondjuk persze, hát az is benne van, de aki érti, érti, aki nem érti, az nem érti. Ott a barátunk. Úgyhogy akkor megyünk is felfelé. Aha, B-vel kell leugrani. És akkor ez is egy kis mászás. Első kötet át lehet ugrani. Lefelé itt megyünk. És akkor itt is csak le kell ugrani. Király. Szerintem egy ilyen nagyjából 15 percnél le fogom állítani a videót, mert hát hosszabbat szerintem nem igen érdemes így elsőre. Meglátjuk, hogy a sztoriban találok egy olyan momentumot, amikor azt tudom mondani, hogy jó, akkor itt most egy vágást tolunk, akkor azt be fogom időzíteni szerintem. Egyszerűen nagyon szép ez a játék, itt egyébként ez egy ilyen, ahogy is hívják, egy ilyen roncs szétszedő hely. Elnézést, csak üszentettem, hogy egy lényítás volt. Szóval ez egy ilyen hajó szétszedő ilyen roncstelep. És akkor egy ilyen nagy szörnybe dobálják a cuccokat, gondolom, ami megeszi a szemetet. A hatodik részhez hasonlóan a Night Scarlackhoz. És akkor azt mondja, hogy szép lehúzzuk. Itt alul bekapcsoljuk, és akkor a haverunk, az a Proof, vagy Proof, nem tudom, hogy ejtik a nevét, ez meg felül csinálja meg nekünk, és akkor itt is megnyomjuk. Akkor fel kell mászni, ezeken az ilyen rácsos dolgokon mindig lehet majd mászni. Na. Ugye arról beszélgetnek, hogy hogy a klónháború végével van egy lezuhant, és hát egy vagy lezuhant, vagy leszerelt ilyen Jedi cirkáló, vagy Jedi űrhajó. Beszélik a tragédiát. And the pay was better back here in the Republic, too. You really should watch what you say. Listen to me. If I just feel like this, I'll be your ticket off this soggy rock. What makes you think I want out of here? Come on, Cal, you're a young guy. You don't end up like me. Eventually, you gotta move on and live your life. Find your destiny. Hey, we
Ajaj. Tűnik elszakadt valami tartórút. Híja minden itt. Jó csúszásokban vagyunk, most remek szét a kontrollerem. Hoppá. Na, itt a baj. Na nézzük. Na, most megmentettük az erő segítségével. Szóval ennek van egy kicsit olyan beütése, mint a hatodik részben, ahol ugye a csapatot be akarják dobni. Azt kéri tőle a srác, hogy maradjon csöndben, és hogy ne beszéljen erről senkinek. Legyünk óvatosak. Na, úgy tűnik áttértünk valami munkásszállítóra. Azt mondta neki ez a prof, hogy nem tudja, hogy hogyan viszonozza neki ezt a szívességet, amit tett érte, és tudja, hogy ez neki nagyon sokba kerülhet. Azt mondja, a srác el akar menekülni. Kellnek hívják a hősünket. Eltűnt a barátja. Ah, ott van a végén. Na, hova megy? Kint is, ahogy nézem, így a sötétségben vagyunk. Hoppá! Ez valami halucináció lehet. Már hirtelen halálcsillagra kerültünk, vagy legalábbis egy birodalmi gépre.
Ez bizony hallucináció lesz. Mesterével találkozott, és közben most visszatértünk az álomból. Ha. Ilyen személyiség azonosítás következik. Ki kell menni és felsorakozni. Érdekes kinézetűek ezek. Uha. Szerintem ez egy inkvizítor lesz. Mind a kettő gyanús. A harcolnak az ilyen kör alakú lézerkardok is náluk. Gyanúsan hölgy személy, második nővér. We seek a dangerous fugitive. This is no common anarchist, but a devotee of the treasonous Jedi Order. Failure to turn over this traitor will result in a charge of sedition. Egy árulót próbálnak megkeresni, aki a Jedi rend tagja lehetett, ugye? Mindenki forduljon magába, nézzen magába, és várja a kivégzést. Azt mondja, hogy sokat dolgozott már. Így. Újraépíteni gépeket. Ilyesmit. A birodalom előtt is. És a munkások, és a mérnökök. Így dolgoztak. Mindannyian tudjuk az igazságot. Hoppá! Bocsánat, ez a kontroller, ha majd teregzom az asztalra. Ajjaj. Na. És már le is estünk. Na. Én azt mondanám, hogy ebben a Szent Minútumban lezárnám ezt az első részt. A bevezető volt igazából, nem terveztem így beszélni hozzá. Megint leesett a mikrofon. Szóval igen, kicsit kínosan is érzem magamat, de az egész internet előtt beszélek, de nem baj. Szóval ez volt a Jedi Fallen Order végigjátszásnak az első része. Remélem, hogy tetszett, vagy felkeltette az érdeklődéseteket, és akkor folytatjuk legközelebb. Sziasztok!